Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG tesztek. Mellettem pedig Geri, akivel már rég találkoztam, és mivel eldicsekedett, hogy milyen van neki, ezért megkértem, hogy jöjjön már át, és lessük meg a kazánját, de mindennek előtt szeretnék gratulálni jó magam és váltótársam nevében, hogy apuka lettél. Köszönöm szépen, és sziasztok! Tud beszélni! Úgyhogy Geri elhozta nekem kipróbálni a Typhoon GT2R-t. Olvasnom kellett, mert mindig keverem ezeket, hogy GT, GS, 2... Én is GTR-nek mondom mindig, pedig GT2R igazából. Úgyhogy amit lehet róla tudni, hogy most már kapott ő is egy méretes gyárkéményt, és málnát a tankba. Igen. Úgyhogy ettől lesz jó a kazán. A mandarinom meg a csapba. A lefolyóba, igen. És rájöttél, hogy neked nem 100% végig kell, hanem két rohadt elős lámpa az arcodba, igen. És akkor a PG-t is látni fogod. Igen, hát mert ugye mondtam is neked, hogy otthon egyáltalán nem látszik, így most már tök jó. Na, de akkor nézzük meg, hogy mit tud ez a kazán, csak így a szétszerelés előtt, hogy na mégis. A vegyár mindenit. Azt hozzá kell tegyem, hogy ez most 0,85 és 30 watton használtuk, de neked otthon ugye az áj van. 24 lesz. Úgyhogy de nekem 24-en is tökéletesen elég volt. 24-en megnézzük, hogy azon mit pirickázik. Nem sokkal kevesebb, de... Nem, viszont én elszoktam a meleg gőztől a PG miatt. Azt néztem, igen, hogy így azért érezni, ezért, hogy hűvösebb. Ez például most 18-on van, és bőven elég. Na jó van, szedjük akkor szét, illetve most, hogy ugye be van üzemelve, szedjük szét, üzemeljük be, és aztán mondjuk ki a végső szót, hogy milyen ez a kazán. Itt van tehát a Typhoon GT2R, aminek doboza nincsen, mert... illetve van doboza, de itt nincsen, mert Gergő azt nem hozta el. De ugyanúgy kell elképzelni, mint a régebbi GT2-nél, vagy a GS2-nél, tehát a fadobozos verzió. Szemrevételezzük kívülről, fönt azt látjuk, hogy egy baromi nagy gyárkéménye van, és hogyha mellé rakom a gyári, régi torzó driptippet, akkor azt láthatom, belső átmérőben is javult a helyzet. A felső kazán kémény az meg óriási. Itt láthatunk még egy Typhoon feliratot, és a dupla ógyűrűs tömítést, illetve azt látjuk, hogy itt olyan széles és sima a felület, hogy ez már arra enged következtetni, hogy a felső eleme is teljesen sík. Ha szétszedjük, akkor azt látjuk, hogy ugyanúgy lehet szétszedni, mint a régi GT-t. És itt van benne az üvegpalást. És alatta az ógyűrű, ami most kijött. De mindjárt megigazítjuk. Tehát itt van az ógyűrű. Erre jön rá vissza az üvegpalást. Tökéletes. És itt van a felső záróelem, aminél szintén látjuk, hogy nagyobb lett a levegőcső, mint az előző GT szériának, de ugyanúgy kell összeszerelni. Így. Ezzel kész is van a felső rész, ami következik, az pedig maga a bázis és a kazán. Azt láthatjuk, hogy alul szintén ugyanúgy, ahogy eddig állítható 5-10 csatlakozóval rendelkezünk, és egy levehető levegőgyűrűvel. Annyit látunk, hogy ezen már bizony 1, 2, 3, 4 bemarást találunk, és mindegyik bemarás ugyanakkora méretű, tehát nem olyan, mint a régi GT-nél,
illetve bocsánat, hát a GT2-nél, ahol ugye az egyik az nagyobb volt, mint a másik, hanem itt mindegyik ugyanakkora. Ezt úgy érték el, hogy mégis lehessen a levegőt állítani, aszimmetrikusan, hogy itt láthatjuk 5 darab furat, és az másik háromnál csak 4, 4, 4. Hogyha ezt visszahelyezzük a megfelelő pozícióban, láthatjuk, hogy gyönyörűen rá kattant, és akkor itt látjuk, hogy itt 5 luk van szabadon, a másiknál 4, 4, 4. Tehát akkor ez így összesen 3x4, meg 1x5, de hogyha ezt eltekerjük balra, akkor itt már csak 4, itt is, itt is, itt is. Tehát azt jegyezzük meg, hogy a Typhoon GT felirat alatt található az 5 levegőjük. Egyébként maga a kazán belső része az kísértetiesen hasonlít a GT2-re. Ugyanúgy kell vele dolgozni, ugyanúgy lehet lenyomni. Ezen már nincsen semmi felirat, és kinézetre egyébként nekem nagyon hasonlít a GT2-nek az extrájaként megvásárolható belső kazánpalásthoz, aminél egy picit mélyebb ez a vájat itt, ezáltal több leves tud a kazánterünkbe jutni. Na de most már, hogyha így szét van szedve, akkor üzemeljük is be, ahhoz én pedig ezt a palástot lenyomom, és rárakom egy kis szerelő padra. Így, né, itt egy kis rendet rakok, hogy más ne zavarjon. És elővesszük a már megszokott 0,4-es húzalunkat, és lecsípünk belőle egy kellemes és kezelhető méretet. És tekerek egy. Kiveszem a kamera alól, mert össze-vissza pödörít mindent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menetet. Jelen pillanatban így nézünk ki. Ezt szépen kitoljuk, kihúzzuk, kiszenvedjük, másik oldalról belerakjuk, és visszaforgatunk egyet. Ezt húzzuk, ha tudjuk, ha nem, akkor egy csipesszel. Így, ni. És egy picit széthúzzuk. Nagyjából így néz ki most, és akkor belehelyezzük a kazántérbe. Le is veszem hozzá a palástot, biztos, ami biztos. Így. És egy. Elkészült a tekerésünk, ezt majd mindjárt megigazítjuk szépen a készüléken, de előtte lecsípjük a lábait.
és rárakom egy készülékre, hogy le tudjuk oxidálni. Úgy. Úgy mi? Kész vagyunk az oxidálással. Szépen belülről izzik. A tekerés a levegőcső fölött van. Rárakjuk a palástot. Így. És behúzzuk a vattát. Úgy. Palást föl. Rakunk rá likvidet. És eligazgatjuk egy picit a vattát. Legyen hely a levegőnek is, arra figyelünk. Úgy, né? Itt még a lába egy picit hosszabb lett, ezt eligazgatom. És hogyha esetleg kevés lenne a vatta, akkor kipótoljuk azzal, amit levágtunk,
Ilyen kis pici vattadarabbal kitömjük. Egyszer megnézzük, hogy milyen mélyen van. Tehetünk még rá is. Ezzel meg vagyunk egy picit, eligazgatjuk a menetnél, hogy ne tekerje majd el a vattánkat. Picit elpiszkáljuk a menetről. És jöhet a kazán felső záróeleme, de előtte nézzük meg, hogy hogy pirít, mondjuk 20 watton. Oh, tökéletes. Visszafele, visszafele, kattan egyet, és mehet rá. Egy kicsit bent lenne, akkor ezt még meg tudjuk húzni. Úgyhogy nekünk jó legyen, tartsa a likvidet. Úgyni. És akkor más dolgunk sincs, mint megtölteni a tankot. Ha ezzel kész vagyunk, akkor már csak a báziselemet kell rárakni. Úgyni. És itt van előttünk beüzemelve, feltöltve a GT2R. Azért egy gyors gőzteszt. Tökéletes. Lehet, hogy még annál is egy kicsit jobb. Na nézzük meg akkor, hogy milyen élesben. Na itt vagyunk, láttátok közelről, hogy néz ki. Doboz nélkül, köszönöm, hogy nem hoztál dobozt. Így pont befért a kabátnak a kis zsebébe. Mondom, fölhívlak előtte, hogy indulnál, hogy hozzá dobozt, elfelejtettem, nem hoztál. Már mindegy volt, mert nem otthon voltam régóta, úgyhogy. Na mindegy. Na nézzük akkor a gőzét a játékosnak. Azzal a 24 watttal, amivel te is használnád egyébként. Próbáld meg te is. Szerintem bőséges. Hát akinek nem elég, úgyse használom a füstgépet, akkor át tudja venni tőle. Picit azért följebb veszem, mert nekem még ez melegedhetne egy picit, mondjuk 30 wattra. Az a 30 még jó volt. Abszolút egyébként. És nem több annyival a gőze egyébként. Mondjuk én hosszabban szívtam. Aha. Rendesen iszik a kicsike. Hoppá. Már megint az előbb töltötte. Igen, azon csodálkoztam is a Facebookon, olvastam, hogy valaki írta, hogy nagyon jól bánik a likviddel. Nem tudom, hogy hány watton használta, de biztos, hogy nem ennyi, mert... Jaj, véletlen fölhúztam 48-ra. Én is kimentem vele a kertbe, mert ugye otthon nem lehet. Ha lehet, csak lehet, nem a lakásban. Hát igen, csak nem glicerint, hanem csak PG-t, mert a füstjelző az megszólal, és utána akkor a multilárommal kell beszélnem. Hát már unalmas, mert mindig azt mondom nekik, hogy olyan megbízhatatlanok ezek a készülékek, de ugye egy idő után ők ezt nem hiszik már el.
Megégettem. És nem is tudom, 10 percre mentem ki, hát majdnem kiszívtam az egészet. Sikerült 40 watton megégetni. Igen? Aha. Nagyon durva gőze van. És, amit megfigyeltünk, ugye, hogy nem olyan már, mint a... Megint elvesztem a részletekbe. GT2. Na, mind a kettőt csináltam. Igen, GT2. Gyöngyözött. Igen, a GT1-nél... Ott nem. Ott annyira nem. Ott is, de ott egy helyen több. A GT2-nél meg körbe egyenletesen. És ezt mikor először megtöltöttem, furcsa volt, hogy valami úgy kimaradt. A törlés. A törlés. De ugye azért maradt ki, mert nem volt. Viszont utána jöttem rá, mondom, mit hagytam ki, nézem, össze van rakva. Egyébként pedig ugyanúgy néz ki belülről a válla, ahol a menet kezdődik. Valami biztos van, én is néztem, de úgy hirtelen nem jöttem rá. Hát várjál, hasonlítsd össze. Itt a GT2. Ugyanolyan. Hát így szemre igen, de hát nem tudom. Várjál, ebbe ott van a likvid letörlő belül, látod? Én ugyan nem... Fogjuk meg ezt, nézd. Várja. Ja, hogy a bázist? Aha, lehet, hogy itt van valami turpisság. Ez egy picit jobban le van csapva, itt a tetejénél. Látod? Igen. De... Itt valami nagyon... Nagyon nüansz lehet, és nem értem, hogy mi. Na és mit szólsz ahhoz, hogy nem üvegszállal szívted? Nem volt végül is rossz, tehát... Na, igen. Tehát... Ott van, igen. Itt már rögtön itt van körbe, szép, egyenletesen. Csalóka ez egyébként ez a nagy drip. Tehát tényleg olyan, mint hogyha egy gyárkémény lenne, de nézzük már meg a torzódnak az átmérőjét. Kisebb azért, de igen, nem annyival. Igen, vékonyabb a fala. Összességében, hát másfélszerese biztos, hogy hát megvan. Hát ennek talán nincs egy milliméter a fala mondjuk. A torzónak. Akkor aha. Kb. Egy picit több levegő, de belül a levegőcsövet nézzük meg. Aha, az is nagyobb. Az is picit. Nagyobb. Tehát egy apró kis upgrade, hogy a levegőcső is, a drip közepe is nagyobb lett. A levegőjük, mondjad? Ja, még annyi, hogy belül is van változás, mert például az a vájat, amiben ugye hát vagy kimegy az üvegszál, vagy nem, most esetben nem, az is mélyebb. Olyan, mint a réginél a nagyobbik palást. Igen. Egyébként azért nem mondtam én, mert én kicseréltem a nagyobbikra, még, és úgy nem, hagyom. Nem, mert most jött meg nekem, majd újra tekeréskor, de igen. Amikor ezt néztem a webshopba, akkor fedeztem fel, hogy van. De egyébként az pont ugyanakkora, mert én úgy szemre akkorának láttam. A szélessége ugyanakkora, csak mélyebb a vájat. Azt tudom, de hogy a GT2-nél a módosított, meg ez, az szerintem ugyanaz. Valószínű. Szerintem minimalizálják a költségeket, tehát amit össze lehet legózni, nekik is kevesebbet kell a raktárkészleten tartani. Végül is igen. Ami jó pofa, ugye a gyűrűn az állítási lehetőség, a levegőt akár úgy is be tudjuk állítani, hogy egész szorosan szűken szívjuk, illetve ez a 4x4 lukkal aztán annyi jön, amennyit csak akarunk. Mondjuk nem tudom megszokni ezt a sorozatszámozást. Azt én sem. Eredeti? Igen, enyém a 63-71-29, anyám kínja 08-69, viszont a palástja rohadt jó. Tehát, hogy nem olyan, mint a régi GT-nek, hogy mikor töltötted, akkor nem láttad, hogy hol van a teteje. Igen. Itt már látod, mert úgy van pepitába összerakva. Meg nekem jobban tetszik. Tehát például a GT2-nek az üvegénél szerintem szebb. És nézd meg, hát szerintem most már egy jó 2,5 milli elment, és szívjuk azért folyamatosan, és nincs éget 10. És nem szörcsök. Nem. Nem, és igazából, hogyha normál használatra lenne szó, tehát, hogy nem az, hogy egyből tüdőre, hanem tényleg rendesen elcigizni vele, arra is teljesen jó. Ki is próbálom. 4x1 lukka. Anyád.
nem komfortos szájra ez a ilyen nagy drip, és hát akkor jó, tudod, hogy szorítanám. Jó, olyankor meg igen. Ilyenre, igen. Jó, ez úgy is. Sőt, ó, várjál, most ugye egy lukkal játszottam csak, tehát nem a négyszer egy, volt? Igen, meg lehet úgy csinálni, ugye, ja, igen. Mutattam a közelébe, hogy csak egy luk van nyitva. Én, hogyha nagyon szűk, akkor úgy szeretem. Ha meg nagyon tág, akkor ami a csövön kifér, a kályha csövön. De a tiéd, szívjad már, én meg ezt a mandarint kóstolgatom, hogy milyen ez a PG-s leves. Nagyon szar. Száraz nagyon? Nem azt mondtam, hogy száraz, hanem hogy szar. Azt értettem, de egyébként olyan száraz érzés. Kicsit meg dohányos nem édes. Igen. Nem édes és száraz. Viszont az analóghoz közelebb áll. Igen. De ez milyen erős? Olyan 3-4. Erősebbnek éreztem. Lehet, hogy a PG miatt. Milyen fasz a gőze van ennek is? Egyébként pillanatok alatt elillant, tulajdonképpen nem olyan vészesen kicsi, csak elillant. Ez az indoor. Igen, beltérben... igen, tehát kifújod, és utána nincs semmi, tehát... Nekem pont azért jó, mert mire eljut a füstérzékelőig, addigra már nincs. Na milyen? Teljesen jó. És ez a 30 watt nekem még pont az, ami úgy jól esik. Mert hogy ugye elszoktam ezektől a nagyon meleg dolgoktól. Hibátlan. De nekem a 24, az bőven jó volt neki. Meg hát úgyis azzal kell megbarátkoznom, mert az áj nem tud többet. Kell venni egy box modot, ami nagyobb teljesítményt is tud. De tudjuk, hogy 100 watt alatt is van élet, igen. Bár most... Csak a cső leginkább. Csak a cső, és mondjuk igen, a kezemben nőtt ez a... Mi ez? Zero Mini. Zero Mini, mióta megjöttem. Nézd meg. Már majdnem üres, és nem. Nem ég. Csoda, mert tudod, hogy nem tudok tekerni. Igen? Hát? Azt nem tudtam. Mondták. Ki mondta? Nem tudom, de tekerni se tudok. Ja, az se. Az jó. Se. Na, mondjuk ki akkor a verdiktet. Egy aprónak tűnő változtatás volt csak a magán tulajdonképp a készüléken, mert annyira nem szembetűnő, hogy több rajta a luk, hogy nagyobb a cső, hogy nagyobb a drip tip, de ez a sok kis apróság összeadódik. És nem az a nagyon... nagyon, nagyon tüdőre kapós, mint mondjuk egy Velocity, ami mondjuk dripper, és annyi luk van rajta, hogy tényleg levegőt is tudsz rajta venni. Ez kicsit annál szűkebb, viszont még így is pont rohadt jó. A levegőállítása az tök jó, ugyanolyan, mint volt, abban hiba nincsen. Ez tök jó, hogy nem gyöngyözik. Ez is pozitívum. A betekintő ablakok nagyon jók, hogy tulajdonképpen a tetejétől az aljáig, tehát már a palást alatt is, hogyha jársz, akkor is látod, hogy hú, most már nagyon kevés van, ja, döntögetni kell egy picit. Jól védi az üveget, ami mondjuk szempont lehet olyanoknak, mint én vagyok. Nem vetően van rajta fémpalás, bár most már megjött az új üveg, tehát nem is tudom, hogy mennyit használtam el a GT1 meg 2-ből, de GT1-ből nagyon sokat. A 2 azért az már jobban bírta, szerintem ez még strapabíróbb ezen a téren is. Igen. A kéménye, ami úgy néz ki, mintha nem lenne nagyobb, de mégis látszik, ahogy összenéztük ugye a dripnek a csatlakozását, hogy vékonyabb a falat, tehát több levegő fér. A levegőcső szint úgy. Ezek a kis apróságok, amik összeadód, vagy nagyon jó. Hát azért R, mert egyből tüdőre vevős kazánt kaptunk, és... el lehet gondolkozni, hogy megéri-e valakinek az árát, ami jelen pillanatban 145 euró a Smoker Store-nak a weboldalán, igen. Meg azt hiszem valami 10 pár euró, azt hiszem 15 euró a shipping,
De hát a megmunkálás az gyönyörű, ugyanolyan, mint volt. Hadd rakjam már rá a gyári dripjét, hogy... Jó, hát ezzel mondjuk buta. Egy kicsit furcsa néz ki. Igen, mert, de tudod, miért? Mert annak egyenes a teteje, igen, ennek pedig, meg egy kicsit kúpos. Igen. Tehát pont azért, hogy a drip az patentúrá tudjon ülni, annyi érdemes, hogyha rárakjuk, akkor egy picit még esetleg forgasunk. Esetleg csinálhatták volna úgy még a tetejét, hogy ugyanilyen legyen, mint ez, és a drip tip feküdjön rá így is, és akkor viszont ez sima jól mutatna. De hát ez már... Túlmutat rajtunk. Szőrszál hasogatás. Szó szerint. Mert egyébként összességében az eddigi legjobb GT. És mennyivel könnyebb szerelni, mint a Kaifunt? Nem tudom, nekem az se vészes, bár mondjuk igazából nem is tudom. Na akkor máshogy mondom, mennyivel könnyebb tölteni, mint a Kaifunt. Érted? Mert itt nem, semmit nem zársz el. Letekered. Az tény. Tehát igazából nem is tudom, mikor használtam Kaifunt, pedig van otthon belőle egy marékkal. GT2 az mikor jött ki? Egy bő éve, ugye? Igen. Most a K4-re gondoltam, ugye, hogy ott elzárom, letekerem, jaj, megtöltöm. Az halál. Az halál. Én mondjuk azt nem is sokat használtam, inkább a régebbi verziókat. Hát mi ott? Hát azt áthozhattad volna, mert akkor azt tudnám használni a P4-gyel natív csatlakozóval. Ahhoz még azt hiszem van is olyan csatlakozó. Hát, tudom, mert de azt szompótól vetted. Neked, hogy odaadom a csatlakozót. Hát a csatlakozóban mit érek? Nincs hozzá kazánod? Hát, nincs hozzá kazánod. Ja. Egyébként nem használom, tehát... Hát, ezért mondom. Na mindegy, ezt majd megbeszéljük videón kívül. A pozitívumokat már felsoroltuk, hogy mennyi aprósággal, de mégis jobb lett. Jöjjenek a negatívumok. Ára az negatívum lehet? 145. Szerintem nem hiszem. 150, 160, 160 euró, megszorozzuk 300-zal. 320. 50 ezer körül. 50 ezer. 50 ezer. De viszont, hogyha hozzánézzük azt, mondjuk én például a GT2-t azt jó egy éve vettem, azóta összvisz, mit vettem? Egyedül a Vapor Giant-et. De mondjuk azt, hogy igazából, ha most valakinek van egy ilyen kazánja, nem kell minden héten venni. Hát meg a kopófogyó nálad micsoda? Az üveg. Az üveg. Így van. De ennyi. Ennél azért látszik, hogy eléggé védve van az üveg, tehát rendesen le kell ejteni. Mondjuk ez nálam meg is történt, tehát... Folyamatosan. Házfelújítás, kimentem, ráesett a sitre, meg ilyenek. Tehát azt hiszem egy téglán tört el az üveg, de hát az azért érthető, amikor az ablakpárkányról leesik ott egy ilyen másfél méter zuhanott... Ráesett a sitre. Édes Istenem. GT-vel kijárni a sheet közé. Borzasztó vagy. Hát ha egyszer azt használtam, csak muszáj volt. Rohadt jó gőze van. És még 30 watton sem az a nagyon meleg. Ízre egy picit kevesebb, de tudod miért, mert ugye egyből tüdőre. Mondjuk én a másikat is úgy szívom, a GT2-t, a simát, de... Neked elég íze volt szerintem. Mutasd csak. De úgy mondom, hogyha összehasonlítod mondjuk a GT2-vel. Mert ugye azzal hasonlítjuk össze. Ugyanazt a levest nem raktam bele. Na hát ez az. Kicsit leveszem. Legyen egy 27 fél. Szerintem nagyon jól adja az íz. Adja, jó, meg minden, csak pont azért, mert hirtelenebb tudod egyből tüdőre rántani, ezért nem annyit kolbászol a nyelveden. Közben rá is jöttem, hogy hát ez egy jó összehasonlítás alap, hiszen nálad én még más nem szívtam, csak Mystic Málnát, tehát semmi mással nem találok. De, várj, egyszer mutattál valami egzotikus gyümölcsöst, és az nagyon ízlett. Akai? Hú, nem tudom, ilyen ananász, nem tudom, mangó, mit tudom én, mik voltak a képen, de a nevére nem emlékszek. Misztik volt az is. Ja. Szerintem tökéletesen hozza az ízt. Nekem egy picit kevesebb, mint ami a GT2-ben volt, de ugye betudhatjuk annak, sőt, várjál, hát rájöttem, picit lejjebb veszem a levegőt. Aha, kb. Mint a GT2. Hát még utána az is több, mert azért... Ugye ezek a lyukak nem csak sokan vannak, de nagyok is. És borzasztó, hogy itt kettő, ott három, ott kettő.
Ah, most sikerült beállítanom, mindenhol kettő, jó. Aha, így visszajött az. Tehát csak ezen múlik tényleg, mennyi levegőt adunk, mennyi elpárologtatott liquidhez, és tudunk játszani picit. Meg itt viszonylag én is ugye följebb raktam a tekerést, pont azért, mert egy hármas magra tekertem, hát közel van az a két oszlop egymáshoz, ne testeljünk le, hanem mondtam, muszáj. Hogy normál vépelésre is tökéletesen alkalmas, tehát minden további nélkül vissza tudod folytani egy GT egy levegőzésére, hogyha úgy akarod, egy mozdulat. Igen, és ami egy kis megszokást igényel a GT2-höz képest, hogy ugye itt nem azzal játszottak, hogy az egyik bemarás a gyűrűn volt nagyobb, hanem ha megnézed, akkor itt öt luk van. Igen. Itt öt luk van, és ezzel tudod azt eljátszani, hogy egy lukra szűkíted. Igen. Le. Tehát kívülről, kinézetre, pofára mindegyik rés ugyanakkora, tökre fasza. Tökre fasza. Negatívumnak tényleg csak egy dolog, az ára, de hát az meg olyan, hogy ez van. Hát most, hogyha minden évben megveszed az éppen aktuális GT-t, még akkor is ott vagy, hogy egy havicigi ára mondjuk körülbelül. És tegyük hozzá, hogy nekem, igen, mikor én megvettem... Mennyi most a cigi? Már 1000 fölött van. Szerintem 1100 körül 1100, van átlag. Akkor az... Az napi egy dobozzal az olyan... Doboz, bő, napi egy doboznál meg is vagyunk. Egy másfél havi. Mert 30, ha megszorzod mondjuk az 1000-et, legyen az 30 ezer, hát azért mondom, fölött, másfél havi. Másfél, igen, igen. Igen. És utána meddig jó? Mert nekem még mindig, a GT1-et azt eladtam, mikor a GT2-t megvettem, de hát a GT2-t azóta használom, és tökre jó. Itt egy pici kondensz, de... Hát én ultrahangos tisztítóba elpucoltam, és ment a múzeumba a többi közé. Ez rohadt jó, hogy egy másodperc, jó, az a 40 watt, az ott már éreztem, hogy kapar, de 30 wattig tök jó ezzel a tekeréssel. Tehát tudnánk mi is olyat belerakni, hogy kéne hozzá 200 watt, de és stabil az ellenállás. Igen, azt észrevettem. Stabilizálódott. Úgyhogy aksi kímélő üzemmódban játszunk. Más negatívum nincs, tehát ennek is örülünk, mint majom a farkának, hogy még az a kis likvid gyöngyöző gyűrű sincs már ott. Igen, egyébként, mert ezt ugye mindig kell törölni. Na most, ha nincs nála zsebkendője, nadrágba, stb. Mondjuk, hogyha szintelen likvidet szív valaki, nem olyan nagy probléma, főleg például a PG-nél észrevettem egy pillanat alatt felszárad, de mondjuk azért egy... Nekem kicsöppent a végé a nadrágomra is, és olyan volt, mintha egész nap nem akarna megszáradni az esőcsepp. Igen, na. Nem a PG-t akarom reklámozni, de előkentem bele, és nem látszik. Tehát egyébként sok előnye van. Össze-vissza keni magát PG-vel, és nem látszik. Hát ennyi. De azt tudod, hogy a gliceri meg végbélen keresztül kell. Megmondták a magyar tudósok is. Egyébként tényleg, tehát csak így közben összeszenet a PG-ről, van gőze, de nem marad meg, nem rakódik ki a bútorra, és nincs az a gond, mint a glicerinél, hogy bemelegszik, igazán nem. Tehát sokan azt hiszik egyébként, hogy a PG-s leves az fúj, az nagyon rossz, az nem jó. Nem, abszolút. Szaríze van, de jó. Nem azért van szaríze, mert PG-s, hanem mert ő keverte, és valami borzasztó. Ez dió. Dió, meg egy kis tejszín. Hát olyan diós süt is érzés. De mondjuk egy dohány az valószínűleg neked is bejönne belőle, mert viszont olyan analógosan száraz, kaparós. Kikészülőket nézzét ezektől a krémes likvidjeitől. Állna? Múltkor húst szívtam. Például tonhalat. Mi van? Tonhal. Álljunk meg egy percre. Mit szívtál? Tonhalat. Te nem vagy normális. Hát nagyon sajnáltam, gondolkoztál, hogy elfogyott a tonhal, és akkor én most szívom? Hát egy liter volt összvisz. Egy liter tonhal. Liter tonhal. Hát egy hónapra volt elég. Hát csodálom. Egy-két emberen teszteltem, de csak a nagyon bátrak mertek beleszívni. Isten igazából nagyon sok helyen panaszkodtak, ahol úgy szívtam. Mondták, hogy hát ez valahogy egy kicsit büdös. Hát mondom, igen, mert ez most tonhal. Egyszer a munkahelyemen volt, beültem a levédlőbe, és konyhába, mert csak egy kicsi iroda végül is. És bejött a titkárnő, hát mondta, hogy
fú, mi ez a marha büdös? Mondom, ja, hát én tonhalat szívok. És megszólalt a srác, akivel éppen beszéltem, mondta, hogy én meg tonhalat eszek. Tehát ő tonhal krémes szendvicset evett, én meg tonhalat szívtam. Képzelted, hogy ott milyen jó volt a levegő. Borzasztó vagy. Van az a, nem tudom, hogy a svédeknél, vagy a norvégoknál, nem ettél még olyan konzervet? Rothasztott hal a konzervbe. És azt csak úgy lehet kibontani, azt csak úgy bontották ki, múltkor láttam egy videót, hogy valami fjord beviszik a vízbe, és ugye olyan gázok vannak benne, hogy egyből szétrobbanna, hogyha a víz alatt bontják ki, atyai. Utána kiviszik, és úgy is öklendeztek, hogy az orrukat befogták, és úgy ették. Incsiklandóan hangzik. A rohadó hal. Na te meg ilyeneket szívsz. Hallod? És utána hazamész, és rálehelsz az asszonyra. Hű, de tonhalas a szád. Nem. De ezt nem szabad. Hát volt olyan, ebben ne rakjál. Otthon, hogy egy kicsit nem lehetne arrébb, tehát. Na most az lesz, hogyha elmész, meg vége a videózásnak, akkor nekiállok az ablakoknak a végén miatt. Ja, hát igen. Nekem ez a challenge-em. Mindjárt lehet újra tölteni. Hát még csak azzal csodálkozok, hogy van benne. Hát még csak 27 watt. Ja. Na mindent összegezve, ne legyen túl hosszú ez a videó. A kazán, hogyha valaki megveszi azért a 160 euróért, szerintem megéri az árát, ez lehet egy pici mínusz, hogy hát igen, az a 160 euró, az 160 euró, de erről nem tehet senki, hogy így áll a forint az euróhoz képest. Viszont rá kell jönnünk, hogy miért nem gyöngyözik. Rá kell jönni. Hát nem tudok, tehát le fogjuk mérni tolómérővel minden méretét, mert... Itt kívül ugye van ez a plusz recézés, igen. Ami még változtatás. De ugye ez nem indok arra, hogy ne gyöngyözzön, szerintem. Vagy esetleg lehet, hogy az lenne az indok? Oda néz. Hogy csináltam? Kitekertem, betekertem. És megjelent. Rögtön úgy tekerted le? Nem csak egy nem, fél nem millimét. Így kezdted el egy picit letekerni? Nem. Már fejjel. Nem, így volt, nézd, fejjel lefele. Igen. Egy picit kinyitom, és visz... Ott van. Ott van valami, nagyon kevés. Hát ezt így újjal is le lehet. De az előbb pedig nem volt, egyáltalán. De még egy nagyon kevés se. Hát ezt a skillt még ezt ki kell növesztenünk, hogy nem lesz likvides az a palástot. De egyébként meg ugye a paláston sem változott semmi. Tehát ugyan... Kompatibilis is. Az egyébként. Is, meg ugyanúgy kell szétszedni, üveget takarítani, ógyűrükre vigyázni, a lefolyóban ne tűnjenek el. Így van. Baromi jó kazán. Úgyhogy én mindenkinek bátran ajánlom, és ezúton is szeretném megköszönni, hogy időt, pénzt, energiát, fáradtságot nem kimélve áthoztad, hogy kipróbálhassam. Szerintem én is be fogok ruházni egyre. Mondjad. Tedd azt, szerintem megéri abszolút. Vagy akkor te elviszed a zérót. Totálisan GT fan vagyok, tehát... Elviszed a zérót, én meg kapok helyette egy GT2-t. Hát ezt még azért felülbíráljuk. Majd a videó után. Egyébként tényleg, amit nem mondtunk, hogy ugye a GT2 palástjával abszolút kompatibilis, tehát ha valakinek az dizájnban jobban tetszik, nyugodtan át tudja cserélni, sőt, még akár ilyen turpisságot is tud, mint én, hogy a telibe ráteszi a GT1 fémpalástját, csak akkor annyi, hogy egy eredeti GT2-nek a top cap lezáróját, top capjét rá kell tennie, mert az viszont nem kompatibilis. Igen. És akkor akár tud ilyen GT1, GT2 hibridet is csinálni belőle. Mellesleg szerintem baromi jól néz ki így is. Például ez. Ezt ugyanezzel is. Hát ugye lehet. Itt azért jó, hogy van ablak, mert a kocsiba se van olyan, hogy te is fél órán keresztül cigizel a kocsiba, ezzel legalább észreveszed, hogy nincs likvid. Igen, mondjuk azért nem szokott gond lenni, mert megtöltöm, beteszem az akut. Egyébként Scarabeus-szal használtam, csak ő most pont upgrade-en van. Pro lett belőle, és amikor már éreztem, hogy gyenge, akkor aksi csere, likvid. Tehát hát igen, de látod, hogy itt hol áll az aksi. Tehát itt, jó, itt hát ez nem játszik. Igen, ott nem, de hogyha tényleg egy olyan mehába használod, amiben... Oh. Málna, milyen jó az a málna? Egy darab aku van, akkor lényegtelen, hogy látom. Nem egy aksi per tank. Egy aksi per tank, ennyi. Aksi csere, töltök. Arról nem tudok nyilatkozni, hogy milyen gyakran kell benne
vattát cserélni, de hát teljesen irreleváns a dolog, hiszen ez nem a kazán sajátja. Egyébként te is láttad, ugyanúgy vattáztam, mint a régieket, meg az összes többi, tehát semmivel nem lett másabb, most itt nem lógattam ki, nem csináltam vele semmit, bent a puffer vattagát, hadd szóljon, és teszi a dolgát, a belső kazánpalás tetejénél járunk. Hát tulajdonképpen a videó végére ez kisürül. Biztos is vagyok benne. Kár, hogy nincs ezen. Slugszámláló, ha rákötöm a gépre. De megnézni, hogy hány perc az szív... olyan sok. És bármilyen hosszú slukkolunk, nem éget. Úgyhogy ennyit tudtunk volna elmondani, ennyit tudtunk elmondani a GT2 R-ről. Reméljük, hogy tetszett a videó, és sok okos dolgot hallottatok belőle, vagy könnyebben el tudjátok dönteni, hogy kellene nektek, vagy sem. Arra ne várjatok, hogy a Fasteken, vagy mit tudom is, hol ez pillanatok alatt megjelenik, és ugyanilyen minősége lesz. Hát az lehet, hogy megjelenik, de az ugyanilyen minőség azért az... Hát lehet venni 4-5-öt, aztán talán összerak Igen. egy normálisat belőle az ember. 160 euró. Ennyi. Remélem, hogy tudtunk segíteni a videóval. Sziasztok! Sziasztok! Mondjuk ezt a kurvát, ezt vág ki belőle.